A hit Isten ajándéka. Ez a mottoja a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett vallásszabadság évének. Január 9-én sajtótájékoztató keretében ismertette az egyház vezetősége az emlékév célját, rendezvényeit, egyetemes üzenetét. A sajtó képviselőit Bálint Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke köszöntötte. Mint elmondta, több éves előkészület előzte meg az egyház hivatalos létrejöttének megünneplését, amelyet a Tordai Országgyűlés időpontjához, az 1586-os évszámhoz kötnek. Ekkor hirdették ki a vallásszabadság törvényét, ez a rendelkezés biztosította azt, hogy a közösségek saját akaratuk szerint válasszák meg papjaikat. Az emlékévhez értelemszerűen Erdély történelmi egyházai is kapcsolódtak. Kovács István lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyi igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy nem öncélú a megemlékezés. Célja segíteni azt az attitűdöt, amely 450 évvel ezelőtt korszakalkotó volt, és radikális változást hozott szellemi vonatkozásban. Fontos beemelni a múltat napjainkba. A Tordai Országgyűlés akkor a miénk, ha elajándékozzuk, ha összerdélyi ünnepség lesz. Beszédében ismertette a központi rendezvényeket, amelyek túllépik Erdély határait. Farkas Emőd, az egyház főgondnoka, az emlékév néhány fontos momentumára hívta fel a figyelmet. Ilyen a püspöki ház felújítása, ahol közösségi teret, múzeumot és valláskutató központot szeretnének berendezni. A jubileumi év jegyében zajlanak a hagyományos egyházközi rendezvények, és arról is tájékoztatott, hogy valamennyi gyülekezet saját elképzelése szerint készül a megemlékezésre. Bekapcsolódnak az oktatási intézmények, de ünnepi kiadványok is megjelennek. Gyerő Dávid főjegyző a nemzetközi ünnepségekre, megemlékezésekre hívta fel a figyelmet. Jelenleg 30 országban 500 000 unitárius él. Az ő közösségeik másként és más időben alakultak meg. De Kolozsvárt és Tordát tekintik az unitarizmus bölcsőjének. A Magyar Unitárius Egyház pedig biztosítja a keretet arra, hogy külföldön élő hasonló gondolkodású keresztények a helyszínen ismerkedjenek meg közösségekkel, történelmi helyekkel. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a magyar kormány jelentős mértékben támogatja a Magyar Unitárius Egyházat, így válik lehetségessé műemléktemplomok restaurálása, egyházi épületek megújítása. Elkezdődik az Unitárius Egyház által működtetett óvodák és bölcsődék létrehozásának a projektje is. Továbbá az is szándéka az egyháznak, hogy az egyház születésnapját mind a magyar kormány, mind a román kormány, valamint az Európai Unió is nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjának. Az első és talán a legkiemelkedőbb rendezvényre január 12-én és 13-án kerül sor. Előbbi fénypontja egy ünnepi koncert, majd 13-án a Tordai Főtéri Katolikus Templomban a történelmi egyházak együttműködésében a magyar és román kormány képviselőinek jelenlétében hálaadó ünnepségre kerül sor, ahol felavatásra kerül a vallásszabadság emlékműve is. Hatalmas kincs ez, amit fel kell mutatni.